A nyár végén több utca felújítását kezdte meg a város önkormányzata. Már ebből három, a Mező, a Dohány és a Fecske utcák teljes körű rekonstrukciója készült el, a munka átadása megtörtént. Én azt gondolom, hogy három utcával több van sátor a jövőben, ahol megfelelő módon lehet közlekedni. Tudjuk, hogy még nagyon-nagyon sok utca van hátra ebben a sorban, ahol ebben a négy évben is el kell végeznünk a megfelelő javításokat, útburkolat, megerősítéseket, de a lehetőségeinkhez képest látható, hogy szépen folyamatosan haladunk. Ez a munka is egy pályázat eredménye volt, de ehhez a pályázathoz a forrásokat a város önkormányzat tette hozzá. A város polgármestere hozzátette, hogy már most látható, hogy az önkormányzat a következő négy évben nem tud évi 50 millió forintot fordítani az út- és járdafelújítási programra. Ez az összeg nagyon le fog szűkülni. Innentől kezdve nagyon meg kell majd gondolni a képviselőtestületnek, a szakbizottságnak, hogy milyen sorrendet állít fel az utcák felújítása kapcsán, a csapadékvízelvezetés kiépítése kapcsán, mert a pénz a töredéke lesz annak, amennyi ebben az előző ciklusban, az előző négy évben volt, de vannak olyan restanciáink, amelyeket viszont így is úgy is meg kell valósítanunk. Azonban az önkormányzat a következő években megpróbálja kihasználni az útfelújításra megnyíló központi pályázatokat, a lehetőségeket. Korábban voltak hazai források, hogyha azok újra visszajönnek, a TEUT pályázatok például, akkor és az 50%-os támogatást, tehát a felét adjuk hozzá, a felét pedig az állam. Amennyiben lesznek ilyen források, akkor természetesen, amit elmondtam, az úgy változik, hogy akkor mégis jóval több utca kerülhet felújításra. A város önkormányzata azt szeretné elérni, hogy a következő 5 éven belül sátorolja Újhelyben minden utca és járda minősége megfeleljen a 21. század elvárásainak.